Hát Ligeti György is azt mondta, hogy ha róla valaha utcát neveznek el, akkor Ligeti György tévútnak kell azt hívni. Ezek persze viccek, de hát mit mond Schönberg erről, hogy ha valaki felfedező útra indul, mondjuk a föld alatt, és vakoncszerűen ilyen szűk alagutat kell, hogy váljon, hát oda csak egy ember fér be. Az új birodalmat, ami az alagút végén feltűnik, azt ő fogja először megpillantani, senki más. Na most, amit Schönberg felfedezett, vagy hát ami ugye mindig is megvolt, csak hát Schönberg vívmányának tekintjük, tehát a 12 hang egyenrangosítását. Hát ez valóban valószínűleg mindig is keveseké lesz, mert hiszen a hallást kellene egy olyan dimenzióba föltranszformálni, amelyre nagyon sokáig az emberiség valószínűleg nem lesz képes, mert hiszen még ma sem tudunk igazán elvonatkoztatni a zeneirodalomban, vagy a zeneirodalom legértékesebb részében leggyakrabban használt dur-moll féle hangrendszertől. Tehát ettől. Át lehet állítani a hallást. Kérdés persze, hogy mennyire érdemes, és egy másik sokkal fontosabb és jelentősebb vagy nyugtalanítóbb kérdés, hogy egyáltalán meddig lesznek erre hajlandók azok, akik magukat zene hallgatóknak nevezik, vagy akik úgy gondolják, hogy ők élvezik a zenét. Mert azt gondolom, hogy ha ezt az utat bejárják, és elkezdenek egy másik dimenzióban másféleképpen zenét hallgatni, akkor sokkal becsesebbé válik hirtelen az a sok minden, amit az elmúlt 300 évben írtak. Tehát egy Schönbergen edzett füllel hallgatni Brahmsot szerintem jóval nagyobb élvezet, mint kihagyni ezt a lehetőséget. Ez az egész atonalitás benne nem máról holnapra alakult ki, hogy egy másik operájának a címével éljek, hanem fokozatosan. Tehát a tonalitás felbomlása tulajdonképpen azt hiszem, hogy többféle síkon történt, és már Bachtól datálható. Bachnak is vannak dodekafon témái, tehát olyan témái, amelyekben mind a 12 hang megjelenik. Ilyen például a H-moll fugának a témája, Voltemperitesz klavír első kötetéből. De Mozartnál is megfigyelhetünk hasonló jelenséget. Tehát bomlott, már a Tristanban, Parsifalban megfigyelhetünk atonális részleteket, és egyszer csak annyira felbomlott az egész, hogy egész egyszerűen már nem volt az az érzete egy zeneszerzőnek, hogy neki feltétlenül a tradicionális értelembe vett tonalitás szerinti központokhoz kell ragaszkodni. Schönbergnél a szokványos értelembe vett hangnemekről már nem beszélhetünk. De most, hogy visszaugorjunk időbe legalább 200 évet, Bach Voltemperitesz klavírjának 24. fugája így hangzik. Legalábbis a témája. Ez mind a 12 hangot involválja, ez a téma. Aztán később is találkozunk a zeneirodalomban hasonlókkal. Bartók például tonális műveibe is alkalmazza. Az első hegedű zongora szonátájában, ahol bevallottan a legközelebb kerül a schönbergi vívmányokhoz, így kezdődik a zongora szóla. Na most ez 9 hang a 12-ből. Mi a hegedű szólam? Ez a hegedű szólam, tehát a maradék 3 hang. Végső soron, ha Wagner Tristanját veszük alapul, ugye a klasszikus példát, hát az hogy kezdődik? Na most, aki azt mondja, hogy jó, akkor elértünk az A-moll vagy A-dur dominánsáig.
az mit kezd a tovább lépéssel? Akkor most hova értünk el? C-durhoz? Jó, tegyük fel C-durhoz. Na, és akkor most hova értünk el? Szóval végtelen a sor. Igen, F-dur, de... És megyünk keresztül a hangnemeken, és tulajdonképpen mindig van egy tonális központ, de az soha nem állandó, és minden hangban ott a lehetőség, hogy pontosan annak a hangnak az elmozdítása fogja megbillenteni úgy a tonális központot, hogy már nem azt érezzük, mint az, azt megelőző, mit tudom én, másodpercekben, vagy ütemekben. És ez az, ami olyan módon fejlődik, aztán azt lehet mondani, hogy viharos gyorsasággal, ami már Wagner halála után olyan 25 évvel a tonalitás teljes felbomlását jelent. A Mózes és Áronban kifejezetten a durmol hangrendszerhez szokott fül számára megfoghatatlanok a tonális központok, ha ugyan egyáltalán léteznek. Tudnék példákat is mutatni erre, méghozzá arra a nagyon érdekes dologra is, hogy egy komponista fölállít egy hangsort, a 12 hangnak egyáltalán nem tetszőleges sorrendjét, hanem egy előre megkonstruált sorrendjét, és hogy ezt ő hogy használja. Például Schönberg a Mózes elején, amikor Mózes először szól Istenhez, akkor ezeket az akkordokat használja. Ez ugye 2x12 hang volt, és ez gyakorlatilag az a pillanat, amikor Mózes találkozik az égő csipkebokorral, és megszólítja Istent. Tehát, hogy az egyedüli, örökké való, láthatatlan és ábrázolhatatlan Istenről beszél. Ez egyfajta permutációs módja az illető hangsor használatának. De például, amikor Áronra, ez már az én zeném, ráolvassák a bűnét, tehát, hogy elárulta Istent, akkor én már más rendszer szerint használom ugyanezt a 12 hangot. Én így használom. Ugyanaz a 12 hang, ugyanabban az elrendezésben, de mégiscsak más permutációban, más felrakásban. A lehetőségek száma végtelen. Na most persze ez így nagyon absztraktnak és értelmetlennek tűnik. Az ember joggal kérdezheti, hogy minek ez az egész, amikor C-durral is ki lehet fejezni. C-dur, C-moll viszonylattal például Schubert mennyi mindent kifejezett, hasonló emberi érzéseket, vagy akár isteni gondolatokat. Erre csak azt tudom mondani, hogy... Természetesen más füllel kell hallgatni, de azt gondolom, hogy ezt a sztorit csak ezekkel a hangkapcsolatokkal lehet kifejezni, és például már a példa bizonyítja, hogy engem egész másképp érdekel ugyanez a hangsor, egész más hangkapcsolatokat tartok benne fontosnak, mint Schönberg. Persze, mert én más egyéniség vagyok. Nem nekem jutott eszembe, hanem felkérést teljesítettem, és hát természetesen örömmel vállaltam, mert nekem amúgy is egy fixa ideám, hogy minden Schönberg darabot el kellene játszani a zenekarnak. Hát a másik operáját, a Von Heute auf Morgent is elő kellene vennünk. De már a próbák során föltűnt, hogy így két felvonásos formában, mert ugye tudva levő, hogy Schönberg a harmadik felvonásnak csak a szövegét írta meg, zenét két fel, az első két felvonáshoz komponált,
hogy ez milyen csonka, és mennyire esetlennek tűnik a második felvonás befejezése így, ilyen formában, Mózes bukásával. Nem is a felvonás befejezést tűnik esetlennek, hanem az, hogy az opera így ér véget. Mert végső soron hát Mózes azért mégiscsak a zsidó, illetőleg a világtörténelemnek az egyik legjelentősebb alakja. És nem végződhet az opera Mózes bukásával, amikor a történelem egyértelműen őt igazolta. És ilyen módon azt a megoldást sem nagyon szerettem, amit aztán Miskolcon alkalmaztunk, tehát hogy a második felvonás vége után a harmadik felvonást előadtuk prózában. Nagyon, hát hogy mondjam, komikusnak tűnt ilyen módon Áron halála, tehát hogy tulajdonképpen semmiféle zenei aláfestés, és akkor egyszer csak összerogyik. És Mózes utolsó szavai sem nyerik el zene nélkül a végső jelentőségüket. Tehát, hogy ez a nép a pusztában azért legyőzhetetlen, és el fogja érni a célját, mert vele van Isten. A Bibliai út című drámájával együtt a Mózes tulajdonképpen egy agitációs propaganda mű lett volna eredetileg, amely agitáció arra irányult volna, hogy a zsidók nem Madagaszkárba vagy Ugandába menjenek, hanem az ősi földjükre, tehát Palesztinába. És miután 48-ban létrejött Izrael, gondolom, hogy az eredeti cél, az agitációs propaganda cél okafogyottá vált, így Schönbergnek el is mehetett a kedve, alkalmasint attól, hogy folytassa az operát. És később, amikor az opera egy jelenetének, az aranyborjú jelenetnek a előadására sor került, akkor megint csak fölmerül az, hogy esetleg befejezze a harmadik felvonást, és akkor azt nyilatkozta, hogy hát ő már tulajdonképpen elég fáradt ehhez. Gondolom, hogy tényleg elment a kedve, és hogy adják elő akkor a harmadik felvonás prózába. Igen, ám csak, hogy ezt mondom, a miskolci tapasztalatok után mondhatom, hogy ez nem jó. Minden olyan darab foglalkoztat, ami csonka formában maradt az utókorra. Hát akár a szerző halála miatt, akár egy olyan körülmény miatt, hogy egész egyszerűen nem folytatta tovább a komponálást. Tipikusan ilyen például Schubert befejezetlen szimfóniája, amely hát időben messze megelőzi a nagy C-dur szimfóniát, az utolsó szimfóniáját, csak éppen nem folytatta a harmadik tétel után a komponálást, és abból a tételből is csak 9 ütemet hangszerelt meg. Na most egy ilyen esetben természetes, hogy föltámad a szándék a befejezésre. Vannak ennek aztán vadhajtásai is, mert Bruckner 9. szimfóniáját, amelynek ugye a háromtételes verzióját ismerjük, de a 4. tételből is nagyon sok megvan. Tudomásom szerint 14-en fejezték be. És ezek között vannak brigádok is. Például azt hiszem a legutolsó befejezés egy 4-tagú japán, angol, stb. Tehát egy nemzetközi brigád abszolválta. Aztán vannak olyan darabok, amelyhez nem szabadna nyúlni. Például hallottam egy nagyon szerencsétlen Rudolf Barsai-féle befejezést a Kunst der Fuge utolsó befejezetlen 4-es fugájából. Egyszer ment is a magyar televízióba, és valami jótékony kéz le is csavarta ott az adást, ahol Bach meghalt. Vagy legalábbis azt hiszik, hogy meghalt, mert hogy a halála miatt nem fejezte be. Azóta a zenetudományi kutatások kiderítették, hogy esetleg nem is emiatt nem fejezte be a komponálást. De hát nem menjünk ebbe bele. Schönberggel kapcsolatban is ez volt a szándékom, tehát hogy egy pillanatig ne lépjek ki a stílusból, a szigorúan vett dodekafónia szabályait maradéktalanul betartsam. Schönberg ugye rengeteg vázlatot készített, hát egész élete során nagyon sok vázlatot készített, és a vázlatok alapos tanulmányozása után 3
ról bizonyosodott be, hogy egyértelműen a harmadik felvonáshoz készült, ez a nyitózene, Aron belépése, és egy nagyon érdekes szakasz, körülbelül a negyedik percben, a harmadik felvonás negyedik percében fogják ezt meghallani, amikor is összetrombitálják a népet az ítélet kihirdetésére. Ezen kívül természetesen vettem át az első két felvonásból is zenei idézeteket, de ezek terjedelme nem rúg mondjuk 35-40 ütemnél többre. A többi 700 ütem az garantáltan és kizárólagosan az én zeném. Az első két felvonás egyértelműen Aroné. Egyértelműen Aron az, aki operatíve cselekszik, miután hát ugye Mózes egyrészt dadog, másrészt pedig hát el van foglalva Istennel. Aron a közvetítő. A harmadik felvonás egyértelműen Mózes győzelméről, és Aron erkölcsi és fizikai megsemmisüléséről szól. Engem az új hangkapcsolatok fogtak meg, tehát az, hogy a 12 hanggal így is lehet bánni, az fogott meg, hogy hirtelen úgy éreztem, hogy határtalanná váltak a lehetőségek, tehát a 12 hang felhasználásának a lehetőségei. Azt mondják egyébként egyesek, hogy minek egyáltalán új zenét írni, hát mindent megírtak már. Szerintem ez egyáltalán nem így van. Jön egy erős egyéniség, akit más hangkapcsolatok érdekelnek, aki másba van belebolondulva. Janacsekről mesélték például, hogy képes volt 3-4 hangot órákig ismételgetni a zongorán. De lett belőle egy szimfonietta, meg egy mladi, meg lettek az operái, stb. Ebből az attitűdből. Tehát jön egy ilyen Janacek, vagy akárki, és őt ilyen, olyan, olyan hangkapcsolatok fognak érdekelni, és ez annyira erős lesz, és a művekben ez annyira ott lesz, hogy egyszer csak észrevétlenül itt az új stílus. Tehát én ebbe hiszek. Abba hiszek, hogy a zene elemeit korlátlan lehetőségekkel lehet használni. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy aránylagosan én sokkal több zenét komponáltam, mint Schönberg, hiszen a harmadik felvonás szövege az körülbelül 10-15-öd annyi, mint az első két felvonás szövege. Viszont 34 perc zenét sikerült erre írni. Olyan módszerek szerint, hogy például rengeteg benne az illusztráció, az isteni közömbösségről, tehát erről a divine indifference-ről szól például egy egész hosszú rész, amelyhez megint csak a szigorúan vett dodekafónia a legmegfelelőbb kifejezési eszköz. De ugyanez van például annál a résznél, ahol Mózes megrója Áront, hogy nem tudott vizet fakasztani a sziklából, végül is neki kellett vizet fakasztania. Én a vízfakasztást is megírom, tehát illusztrálva a mózesi szándékot, mely szerint a sziklát meg kell szólítani, nem ráütni a sziklára, és rögtön lesz víz. Tehát itt ez is meg van írva. Schönberg ezeket a hosszú illusztrációkat mellőzi. Schönberg tulajdonképpen irtózik bizonyos klasszikus zenében szokásos szabályoktól. Ilyen például az oktávkettőzés. Ilyet Schönbergnél soha nem hallunk. Mindig egy szólamot, egy lókószólamot hallunk. De ilyen például a kis szekundiszonancia. Ilyet sem, Bartókra jellemző ez alapvetően, de ilyet se hallunk Schönbergnél. Én egyetlen egyszer alkalmaztam tudatosan a kis szekundiszonanciát ezen a helyen, amikor Mózes a szemére veti Áronnak, hogy az eredeti eszmétől, az eredeti szabályoktól meglehetősen eltávolodott. És én ezt jellemzem ezzel a kis szekunddal.
ami egyébként Schönberg későbbi műveiben már tilos. Nincs egész egyszerűen kis szekund ütközés. A harmadik felvonásban nincs kórus, ez is megkülönbözteti az első két felvonástól. A harmadik felvonásban a nép, illetőleg a 70 vén már csak néma szerepet tölt be. Néma megfigyelői az ítéletnek, illetőleg annak a szóáradatnak, amely hát ugye az egyébként dadogó Mózes ajkát elhagyja. Ez tulajdonképpen egy ilyen hatalmas példabeszédnek is tekinthető a harmadik felvonás. Mózes nagyon gyakran nem is Áronhoz beszél, hanem egyszerűen úgy elkezd elmélkedni a világról, az eseményekről, elkezdi értékelni a nép múltját, Isten szerepét, egyáltalán a világnak Istenhez való viszonyát. És csak itt valahol a vége felé fordul megint Áron felé, de nem is ő olvassa rá az ítéletet, tehát, hogy elárultad Isten, ferraten hast du Gott, hanem a hat hang, amely az egyedüli vokális szerepet tölti be a harmadik felvonásba. És ekkor Mózes részletezi azt, hogy tulajdonképpen milyen bűnöket követett el Áron, és ezt négy pontban foglalja össze, tehát tulajdonképpen elárulta Istent a többi istenért, Egyiptom isteneiért, a népet a népekért, az eszmét a földi dolgokért, és a magasztost a közönségességért. Ezt a közönségességet például ez a gitárakord jellemzi. Amivel ellentétben ez a másik hat hang. Na most Áron halála után, amit hangsúlyozok, nem Mózes idéz elő, hanem Áront egész egyszerűen az Isten nyila csapja agyon. Miután Mózes közli a katonákkal, hogy hát szabadon engedhetitek, hát éljen tovább, ha tud. De nem tud. Ezek után nem is élhet tovább, és tulajdonképpen ezek után mi marad már csak hátra, hogy a sereg tovább menetel az ígéret földje felé. Az is teli találat, hogy egy ilyen bibliai sztori német nyelven hangzik el. Szóval ez már maga paradoxon. Plusz tele van, főleg az első felvonás, de a többiben is találunk ilyen részleteket, olyan német vezényszavakkal, amelyek hát elsősorban a második világháborús eseményekre jellemzőek, de már a 30-as évek elején is ott voltak a levegőbe. Áron megszólalásai kifejezetten feminin jellegűnek tűnnek a maszkulin Mózeshez képest. Ennek nagyon jó jellemzője például, amikor a második felvonás végén Mózes megkérdezi Árontól, hogy mit csináltál? Áron, was hast du getan? És erre Áron azt mondja, hogy nichts Neues. Tehát ez annyira jellemzi az egész operát, hogy lehetetlen volt ezeket a lehetőségeket nem tovább gondolni és kihasználni. Például, csak egy példát mondok, amikor aztán Mózes itt megint nekiesik Áronnak, már a tárgyalás kezdetekor, és azt mondja, hogy Áron, elég volt! És akkor Áron megkérdezi, hogy meg akarsz öletni? De valami olyan hangon, hogy el se hiszi, hogy itt erre egyáltalán sor kerülhet. Végül is, hát aztán nem is Mózes parancsára ölik meg Áront, hiszen Mózes szabadon engedi őt. Áront egész egyszerűen az Isten nyila csapja agyon, és hát itt is választanom kellett a lehetőségek közül, hogy mit csinálok. A halált úgy jellemzem, hogy a két egész hangú skála, tehát a már bemutatott két egész hangú skála, a két hárfán egymással ellentétes irányba fel és lefut. Tehát tulajdonképpen ki van lőve Áron 12 hangja az élete. A második felvonás
dallamtöredékét, amellyel Mózes kétségeit ábrázolja Schönberg, kibővítettem egy teljes dodekafon témává, amely háromszor is megjelenik a darab végén, és amely a négyvonalas fisszen végződik, amely hang egyértelműen Istent jellemzi az én olvasatomban. És a darab úgy végződik, miután Mózes azt mondja, hogy ez a nép el fog érni a célját, mert vele van Isten. Tehát úgy végződik, hogy Isten, az Istent ábrázoló fisz, a földet ábrázoló C között megjelenik a maradék 10 hang. Tehát a teljes nép. És még egy jelentős különbség Schönberghez képest, hogy a végső vonulási zenében már azok a törzsfők is benne foglaltatnak, akik a második felvonás közepén még ellentétben állnak a mózesi eszmékkel. Itt már Mózes mellé állt mindenki. Én igyekeztem a schönbergi meggyőződéshez, a schönbergi bibliai erejű hithez sokkal inkább alkalmazkodni, mint valóságos történelmi vagy néprajzi szempontokhoz. Hát ez egy jó kérdés, mert a család valóban a Nógrád megyei Széchenyből származik. Schönberg nagyapja a széchenyi zsidó temetőben van eltemetve, én láttam a sírját is. Az apja, Samuel Schönberg vándorolt ki aztán Bécsbe, hát ami a monarchiában megszokott volt, hát teljesen nyilvánvaló volt, hogy hát Budapest helyett valaki, vagy Budapest nem is volt, hát Pest helyett valaki Bécset választja. És a kis Schönberg már ott nőtt fel, tehát ő tulajdonképpen osztráknak született, de a család magyar vonatkozását soha nem tagadta meg, és ezt máig is nagy becsben tartják a Schönberg leszármazottak. Szóval Brahms, Schubert, Haydn után ismét egy tiszteletbeli magyar, Arnold Schönberg, vagy Schönberg Arnold. Hát ezt nagyon nehéz lesz elmondani. Nagyon-nagyon nehéz lesz elmondani, mert először jött az atonalitás, és aztán jött az ötlet, hogy a 12 hangot lehet egyenrangúan is használni. De vágjunk a közepébe. Opus 25-ös Schönberg zongora szvit alaprejéje, alapsora. Ez a 12 hang, ez így is eljátszhatnám, de ebben a sorrendben. Na most ez persze így semmi, ezt ihletett, inspirált műveknek kell hitelesíteni. Mondjuk az Opus 33, Opus 33-as jelű két zongoradarab első kompozíciója így hangzik. Na, ezek már akkordok egy meghatározott hangsor szabályai szerint, és ettől nem is tér el a szerző az egész darabban, és itt már funkcionális érzete is van. Mondjuk domináns, tonika, szubdomináns. Föltétlenül ehhez az akkordhoz képest ezt egy oldásnak halljuk. De most, hogy visszaugorjunk időbe legalább 200 évet, Bach Voltempér des Klavírjának 24. fugája így hangzik. Legalábbis a témája. Ez mind a 12 hangot involválja, ez a téma. Aztán később is találkozunk a zeneirodalomban hasonlókkal. Bartók például tonális műveibe is alkalmazza. Hegedű verseny első tételnek melléktémája például. Szintén mind a 12 hanggal dolgozik. Ugorjunk egy kicsit időbe, Schönberg Opus 33 B jelű zongora darabja így kezdődik. Itt kétszer hallottuk a 12 hangot. Ez 6 volt, a másik 6. És már is egy másik elrendezésben.
Úgyhogy tökéletesen ugyanannak a 12 hangnak egy másik permutációját, nem csak, hogy más zenének halljuk, de egész egyszerűen más formai funkciót is tölt be már a 12 hangnak ez az elrendezése. Schönberg ezzel nagyon jól tud élni, de még körülbelül 1000 ilyen kompozíciós trükkje van, amikkel ő a 12 hang által megszabott keretek között egy tulajdonképpen klasszikus zenének nevezhető eredményt ér el. Megint csak fölvetődhet a kérdés, hogy minek ezt alkalmazni, amikor hát annyi minden szépség volna még megirandó. Tisztelettel azt mondanám mindazoknak, akik ezt így fölvetik, hogy Schönberg azokat a szépségeket már megírta.